Nagyon sok szeretettel köszöntöm professzor Kulka Janinát, a Semmelweis Egyetem kettőszámú patológiai intézetének egyetemi tanárát, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást az Egészséghígy a Rákellen Egyesület meghívására. Ugye nagyon sok beteg nincs azzal tisztában, hogy a patológia mennyire fontos szerepet játszik a mellrák diagnózisban, illetve a mellrák kezelés alapját adja. Ezért gondoltuk azt, hogy megkeressük professzorasszonyt. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan érinti a COVID a patológia területén dolgozó szakembereknek a munkáját? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, ez nagy megtiszteltetés számomra, és én is mindenkit, aki hallgat minket, szeretettel üdvözlöm. A patológia számára az a COVID-járvány azért jár némi megszorítással, vagy olyan biztonsági előírások betartásával, amihez eddig nem voltunk hozzászokva. Ugye a részben az első vonalban dolgozó patológusok, akik a maguk végzik a vékonytű biopsziás mintavételeket, ugye ők személyesen közelről találkoznak a betegekkel, természetesen kötelező a legszigorúbb szabály betartása, mert ami a védőeszközök, védőöltözet használatát illeti. A patológiai intézetekbe beérkező minták, szövetminták, műtéti anyagok vagy biopsziás mintákkal kapcsolatban is ugye fokozottan odafigyelünk a személyes védekezésre, tehát kaptunk szájmaszkot, kaptunk ilyen plexi. Azok a kollégák, akik a laboratóriumban közvetlenül érintkeznek ezekkel a mintákkal, arra az időre kötelesek hordani. Tehát nagyjából ennyi, és hát természetesen, ami a bonszteri munkánkat illeti, ugye ott még fokozottabban kell ezeket a személyes biztonsági védekezést, vagy személyes biztonsági előírásokat betartani. Itt most már szó esett a vékony tűbiopsziáról. Egy betegtársam kérdezte azt, hogy mi az oka annak, hogy vannak esetek, amikor a biopszia, a daganatból vett biopszia és a részletes szövettan nem ugyanazt az eredményt hozza. És akkor ilyenkor mi a teendő? Vagy lehetséges-e ilyen? Hát az, hogy nem ugyanazt az eredményt hozza, ugye ez arra vonatkozhat, hogy mondjuk a daganat differenciáltsága, vagy bizonyos immunhisztokémiai módszerekkel kimutatható paraméterei között lehet különbség. Ugye, de itt azért nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a finomtű aspirációs biopszia, tehát ez a citológiai mintavétel, az ma már kezd háttérbe szorulni a primér daganat diagnosztikában, és sokkal inkább a jelentősége, vagy a szerepe áttevődik a hónai nyirokcsomó státusz megállapítására, illetve biztos igazolására. Tehát ebben az összefüggésben ugye nem is annyira releváns már arról beszélni, hogy mi a különbség egy aspirációs citológiai leletben megállapított mondjuk daganatban a sejtmag morfológia és a végleges szövettagban megállapított sejtmag morfológia között. Sokkal inkább arról érdemes beszélni, hogy a ma korrekt és szerencsére Magyarországon is már elterjedt korbiopsziás, tehát vastagtű biopsziás mintavételi eredmény és
a végleges szövegtani eredmény között hogyan alakulnak az összefüggések és az eltérések. Ugye természetesen a diagnosztikus eltérésnek, tehát ott az annak nem lenne szabad előfordulni, és itt a diagnosztikus tévedés alatt azt értem, hogy mondjuk a szövetenger biopsziában egy jóindulatú lézió diagnózisra születik, és a szövettan meg azt mondja, hogy ez egy rossz indulatú betegség. Olyan fordulhat elő, hogy a szövetenger biopsziában olyan elváltozást látunk, aminek ugye az irodalmi adatok alapján, meg a tapasztalat alapján van egy fokozott rizikója abban a tekintetben, hogy amikor már az elváltozás egészét vizsgáljuk, ott lehet súlyosabb elváltozás. Tehát társulhat hozzá atípia, vagy társulhat hozzá akár egy kisméretű invazív, rosszindulatú daganat. Tehát ez nem számít diagnosztikus eltérésnek, ez a módszerben rejlő bizonytalanság. Aztán van az az eset, amikor a szövethenger biopsziában egy egyértelműen rosszindulatú daganatot látunk, és ugye azt, amikor megállapítjuk a diagnózist, még további vizsgálatoknak vetjük alá, immunhisztokémiai reakciókat végzünk, hogy a daganatot jobban tudjuk jellemezni. Tehát a hormonreceptor, R2 receptor, proliferáció, ugye ezeket nézzük meg immunhisztokémiai reakciókkal. Ugye az emlő daganatoknak van egy közismert tulajdonsága, és ez az úgynevezett heterogenitás. Tehát a daganaton belül eltérő daganatsejt populációk lehetnek jelen, és mivel a biopszia, akármennyire vastagtűs biopszia, ennek a daganatnak csak egy részét vizsgálja, vagy csak egy részét látja, a kivett daganatban például a hormonreceptor pozitív sejtek aránya máshogy alakulhat, mint ami a biopsziában láttunk. Vagy a HER2 heterogenitás is vezethet oda, hogy esetleg eltérő HER2 státuszt állapít meg a biopszia és a műtéti anyag, persze ez azért ritkán fordul elő. Azt az esetet leszámítva, ami tulajdonképpen a harmadik lehetőség az eltérésre, és ez az, amikor a biopsziában, tehát amikor egy daganatnak a klinikai megjelenése és a szövettani diagnózis egybehangzóan arra utal, hogy ebben az esetben egy műtétet megelőző onkológiai kezelésre van szükség, tehát a neoadjuváns kezelésre van szükség, akkor a neoadjuváns kezelés lezajlása után vizsgált műtéti anyagban lehet eltérés. Tehát ott ugye abban az esetben, ha marad vissza daganat, az nem feltétlenül azonos tulajdonságokkal rendelkezik, mint a kezelést megelőző állapotában vizsgált daganat. Értem. Van-e arra protokoll ezek alapján, hogy meg kell várni a részletes szövettant, vagyis a daganatnak a szövettanát, tehát hogy mondjam, a vastagtű biopsziát, vagy újra kezdem, tehát hogy el lehet-e kezdeni a kezelést a vastagtű biopszia eredményétől függően? Igen. Tehát a vastagtű biopsziában a daganat alapvető tulajdonságait meg tudjuk állapítani. Tehát mind ezek a különbségek, amikről itt az előbb beszéltem, ezek nem olyan mértékű minőségi különbségek, amik alapján azt lehetne mondani, hogy csak a végleges szövet alapján lehet kezelni a beteget. Éppen hogy az a jelentősége a vastagtű biopsziás mintavételnek, hogy a daganat alapvető tulajdonságait meg tudjuk állapítani, és ugye ezért is van az a szakmai előírásokban, hogy egy daganatból legalább 3 szövettani mintát érdemes venni abban az esetben, ha
ha a neoagyvás kezelés reálisan szóba jön az adott betegség kapcsán. Tehát ez a neoadjuvás kezelés, ez a kemoterápia, Ez a, hát a kemoterápia. akár endokrin kezelés, akár komplex onkológiai ellátást jelent, tehát kemoterápiás, vagy ugye a HER2 pozitív daganatok esetében célzott biológiai terápiát is jelent. Egy következő kérdés az volt, hogy rák-e a duktális in situ karcinom, tehát ráknak számít-e? Hát ez ugye az in situ karcinómák általános definíciója, és ez az emlő duktális in situ karcinómáira is igaz, hogy ez egy olyan rosszindulatú sejtpopuláció, ami azt a kritikus határt, a kritikus anatómiai határt nem lépte át, ami képessé tenni arra, hogy például nyirokcsomóba vagy távoli szervekbe terjedjen. Tehát a sejtek morfológiája az kimeríti a rossz indulatúság kritériumait, de a viselkedése az nem rossz indulatú abban az értelemben, hogy nem képes áttéteket adni, és ilyen módon terjedni. Sőt, ugye ma folynak olyan klinikai vizsgálatok Angliában és Hollandiában, amik ezen a nagy és nagyon heterogén csoporton belül, ami az in situ duktális karcinómákat jelenti, azonosítsák azokat a betegeket, azokat az eseteket, amikor ez az elváltozás még olyan kicsi, vagy olyan ártalmatlan, hogy akár a szoros követés is megfelelő ellátás, ahelyett, hogy mondjuk megoperálnak a beteget, és a műtétet követően sugárkezelést kellene kapnia. Tehát ez is egy, tehát azt kell látni, hogy ez is egy nagyon-nagyon heterogén betegség. Vannak tényleg egész kicsi, ugye a szűrés kapcsán csak a kis meszesedések miatt felfedezett esetek, és ezek merőben máshogy viselkednek, mint azok akár az emlő egy nagy részét elfoglaló, még in situ állapotban lévő esetek. Tehát teljesen, ugye itt is azt kell hangsúlyozni, hogy a kezelést azt a betegségre kell szabni, a betegre és az ő betegségére kell szabni, mert nagyon-nagyon különbözőek. A következő kérdés az az lenne, hogy mi az áttét? Mi az áttét? Tehát, hogy az áttét az arra szoktuk mondani, amikor más szervben megjelenik a daganat, de ezzel kapcsolatban van egy ilyen határeset, hogy áttéte a hónai mikrometasztázis, tehát áttétnek számít-e patológiailag. Hát úgy hívjuk, hogy áttét, tehát a metasztázis szó azt jelenti, hogy áttét, Igen. de ezeknek tehát a nyirokcsomó áttéteknek és a távoli szervi áttéteknek a jelentősége azért az teljesen más. Tehát egy hónai nyirokcsomóban talált mikrometasztázis az arra utal, vagy azt mutatja, hogy ugye ez a daganat túllépett az emlő anatómiai határán, és megjelent a nyirokutakon, eljutott a nyirokcsomóba, és ugye itt tudjuk azt, hogy egy bizonyos százalékban potenciálisan akár távoli áttétek is megjelenhetnek, de ugye ebben az esetben, amikor mikrometasztázis találunk a nyirokcsomóban, ez nagyon-nagyon alacsony arányt jelent. Tehát itt nem, tehát ilyen értelemben is mást jelent ez a metasztázis szó, amikor nyirokcsomókról beszélünk, és nagyon mást jelent akkor, amikor távoli szervi áttétről beszélünk, és direkt megnéztem
az interneten az angol értelmező szótárban a metasztázis szó ugye közérthető nyelven megfogalmazott jelentését, és ott egyértelműen a primér daganattól távoli szerben megjelenő daganatot jelenti. És van-e olyan típusú mellrák, amelyik jellemzően nem ad áttétet? Tehát lehet-e erre, ugye az előbb beszéltünk itt a duktális in situ karcinomáról, de hogy emellett van-e ilyen osztályozás, hogy inkább áttétre hajlamosító daganat? Van, igen, tehát ez, ahogy az elején is mondtam, mindig azt mondjuk, hogy emlőrák, de ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire különböző betegségeket takar ez az összefoglaló név. Vannak olyan típusú daganatok, amikről tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevéssé hajlamosak áttétet adni, és ilyenek például az úgynevezett tubuláris emlőrák, vagy a mucinózus emlőrák, vagy az enkapszulát, tehát ilyen tokba, tokszerű képletbe bezárt papilláris szerkezetű emlőrák. Tehát abszolút máshogy viselkednek. Tehát máshogy, és ugye ezeket a típusú daganatokat, amiket valóban csak a mikroszkópban lehet a szerkezetük alapján elnevezni ilyen vagy olyan szöveti típusú daganatnak, nagyon-nagyon különböző módon viselkednek. Vannak olyan daganatok, amikről meg tudjuk, hogy nagyon hajlamosak, vagy jóval inkább hajlamosak áttéteket képezni. De itt is azt gondolom, hogy azt kell és érdemes hangsúlyozni, hogy az emlőszűrésnek az egyik legfontosabb feladata, és a legnagyobb szerepe az az, hogy még az egyébként agresszív, vagy potenciálisan agresszívet viselkedő daganatokat is, ha kiskorukban felfedezik, akkor sokkal kisebb az esély arra, hogy áttéteket tudjanak képezni. Tehát itt a méret az Tehát a számít. méret, a daganat, még az agresszív daganatok esetében is a méret az egy nagyon-nagyon fontos paraméter. Van-e más paraméter, ami szintén segíthet abban, hogy elkerülje a páciens az áttétet? Tehát tehet-e bármi mást ezen kívül, hogy elmegy nyilván minden. Hát igen, tehát ez a A legfontosabb méret a szerintem, legfontosabb. hogy rendszer, tehát hogy a veszélyeztetett korosztálynak rendszeresen kell szűrésre járni. Tehát nagyon tudatosan kell ilyen szempontból élni az életünket, vagy tudatosan kellene élni az életünket. És aztán, ha egy daganat már manifesztálódott és diagnosztizálták a daganatot, és a patológus is látta már ezt a daganatot, és ugye a multidisziplináris onkotímen kerül, vagy születik meg végül a döntés, hogy az adott daganat kezelésében mi a legmegfelelőbb stratégia. Ugye ott még szóba jöhetnek olyan kiegészítő molekuláris multigénes vizsgálatok, amik például jobban fel tudják mérni azt, hogy egy daganat mennyire, vagy várhatóan mennyire képes arra, hogy a későbbiekben áttétet képezzen, és akkor ennek a multigénes tesztnek az eredménye birtokában egy jobb döntést lehet akár hozni a daganat kezelésével kapcsolatban. Ez a jelenlegi protokollnak része, vagy ez külön, Esi, ezt most nem ez értettem. jelenlegi protokollnak része, vagy tehát az állami ellátásnak, vagy ez egy külön finanszírozás, tehát hogy fizetni kell ezért a Hát szolgáltatást? ez az, én úgy tudom, tehát van az Oncotype DX, ami ilyen negyedi finanszírozás formájában befogadott, és van a
A Foundation Medicine, ami ugyancsak egy, ha jól tudom, ilyen egyedi méltányosság alapján elvégezhető. Ugye a világon persze sokkal több ilyen teszt van forgalomban, de az evidenciák, tehát az igaz, hogy ugye minden vizsgálat hatékonyságának vagy eredményességének vannak evidencia szintjei. Tehát mindent, amit az orvoslásban művelünk, annak vannak evidencia szintjei. És Bizony. az Oncotype DX az, ami a hormonreceptor pozitív, HER2 negatív emlődaganatok esetében a legmagasabb evidencia szinten rendelkezik, mint úgynevezett prediktív és prognosztikus teszt. Tehát ilyen értelemben szerencsés helyzetben vagyunk, mert bár egyedi méltányosság keretében bírálják el azt, hogy az adott beteg adott tumorában ez a vizsgálat elvégezhető-e állami finanszírozásban, mégiscsak a lehetőség az rendelkezésre. Tehát itt ez hangsúlyozni kell, hogy akkor a hormonreceptor pozitív, HER2 negatív Így típusú van. Igen, igen. emlőrákokra vonatkozik Igen. ez az Oncotype DX, amit egyedi méltányosságban kell megkérni. Igen. Ez egy fontos információ lesz. Itt különböző számok jelennek meg arról, hogy hány év tünetmentesség után lehet vagy lehet kimondani azt, hogy valaki gyógyult, hogy van-e olyan, hogy gyógyult jelenleg, emlőrákból gyógyult, vagy tünetmentes marad élete végéig. Hát ez egy jó kérdés, de nagyon nehéz kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy van olyan, hogy gyógyult, és van olyan, hogy tünetmentes, de ezt nem, tehát nem tudjuk biztosan elkülöníteni. Ugye az emlő daganatok ebből a szempontból is nagyon különbözően viselkednek. Ugye azt mondjuk, hogy egy kicsi, hormonreceptor pozitív, HER2 negatív, nagyon alacsony proliferációs rátával rendelkező emlődaganat esetében a sikeres műtét és a megfelelő endokrin kezelés után gyógyultnak kell, vagy lehet tekinteni a beteget. Azonban azt is tudjuk, hogy vannak olyan esetek, vannak olyan betegek, amikor hosszú-hosszú-hosszú évek eltelnek, és egyszer csak megjelenik egy távoli áttér. Ez a fajta akár 15 vagy 20 éves, és ilyenkor azt kell mondjam, hogy tünetmentes periódus az invazív lobuláris típusú emlőkarcinómákra elég jellemző, és ilyenkor a sok-sok-sok év elteltével megjelenő daganatról az is előfordulhat, hogy már senkinek nem jut eszébe, hogy ez annak a réges-régi emlődaganatnak egy késői áttétel lenne. Szóval ilyenkor nagyon fontos az, hogy a teljes betegség történet rendelkezésre álljon. Ugye akkor lehet a megfelelő kezelést alkalmazni. És itt hadd említsem meg azt, hogy ugye ez a megint csak rávilágít arra, hogy mennyire sokféle betegség az emlőrák, hogy a lobuláris karcinomák tanulmányozására most van egy ilyen nagy nemzetközi tudományos összefogás, és létrejött egy olyan tudományos konzorcium, ami kifejezetten arra hivatott, hogy a lobuláris karcinomák viselkedését jobban megértsük, és ha jobban megértjük a viselkedését, akkor
minden bizonnyal majd jobban is lehet kezelni őket. Ezzel kapcsolatban egy személyes kérdést szeretnék feltenni, mert nekem ugye 10 év után lett csontáttétem, tehát nekem 10 év teljes negatív, tehát minden évben elmentem kontrollra, és minden évben negatív lett, és 10 év után csontáttétem keletkezett. És egy biopsziát, csontbiopsziát vettek, és az alapján kiderült, hogy az eredetileg HER2 negatív emlőráknak az áttéte HER2 pozitívra váltott. És amikor ezt így elmondtam betegeknek, akkor nagyon csodálkoztak azon, hogy miért kellett nekem egy biopszia. Tehát, hogy mi a protokoll azzal kapcsolatban, hogy van-e ilyen időtáv, hogy hány év után kell, vagy ha megjelenik egy távoli áttét, akkor mindenféleképpen kell új státuszvizsgálat. Hát a mai felfogás szerint és a mai szakmai ajánlások szerint törekedni kell arra, hogy a megjelenő áttétből egy újabb biopsziát lehessen venni. Pontosan azért, mert ma már ezt is tudjuk, hogy a távoli áttétekben a daganatok jelentős és a kezelés befolyásoló tulajdonságai meg tudnak változni. És ezért ma ez az elfogadott nézet, hogy egy távoli áttétből vegyünk mintát, és határozzuk meg újra azokat a sajátosságait a daganatoknak, amikre az onkológiai kezelés alapul. Egyébként az is egy nagyon, tehát az is egy megfigyelés, vagy egy tény, hogy a minél később jelenik meg egy áttét, annál valószínűbb, hogy eltér a tulajdonsága az eredeti tumortól. De ettől függetlenül, ha mondjuk egy fél évre vagy egy évre rá keletkezik, tehát az eredeti daganathoz képest áttét, akkor is ajánlott ez? Hogy a távoli... Abszolút, abszolút, akkor is ajánlott, mert az azt jelenti, hogy az alkalmazott kezelés valami miatt nem volt elég hatékony. Tehát arra utal, hogy abban a daganatban van egy olyan sejtkupac, egy olyan sejtpopuláció, amelyik minden bizonnyal másféle tulajdonságokkal rendelkezhet. Ugye az egy másik kérdés, hogy ezeket a másféle tulajdonságokat a ma rutin diagnosztikában rendelkezés álló módszereinkkel ki tudjuk-e mutatni, vagy nem. Tehát a rutin diagnosztika azért ma arra szorítkozik, vagy abból áll, hogy a daganat részletes szövettani sajátosságai mellett ezeket az alapvető biológiai tulajdonságait, mint a hormonreceptor pozitivitás és a HER2 státusz állapítjuk meg. Ugye ehhez hozzá lehet venni egy további nagyon fontos jellemzőjét a daganatoknak, ami nem a daganat sejtek látható vagy mérhető sajátosságra vonatkozik, hanem a daganat sejtek közötti állomány van, az immunsejtek jelenléte. Ugye ez is ma már egy nagyon fontos tulajdonság, amit a leleteinkben megjegyzünk, vagy leírunk, hogy milyen arányban látjuk ezeket az immunsejteket a daganatok kötőszövetes alapállományában. És ugye egy bizonyos fajta, tehát az úgynevezett tripla negatív emberek esetében, amennyiben áttét alakul ki, akkor ma már ezekben az immunsejtekben egy bizonyos fajta tulajdonsággal rendelkező immunsejteket keresünk, és amennyiben ezek megfelelő arányban jelen vannak, akkor egy specifikus immunterápia is szóba jön a betegek kezelése kapcsán. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy nagyon különböző nagyon különbözőek a patológiai leírásoknak a hossza például a egyes daganatok. Tehát, hogy attól függően, hogy kinek hol végezték a patológiai vizsgálatot, eltérő a hossza leírás. Nem volna szabad így lenni.
Igen. És hogy van-e a patológiának, vagy a patológiai intézetnek egy minőségbiztosítási rendszere jelenleg, illetve tartalmaz-e bármilyen protokollt ezzel kapcsolatban, hogy minek kell benne lenni egy patológiai leletben, egy részletes patológiai Igen. leletben. Tehát a leletek tartalmára vonatkozóan léteznek nemzetközi előírások. Tehát ugye a patológiai leleteknek különböző stílusait, vagy különböző formáit ismerjük. Az egyik legősibb formája az, amit úgy lehetne magyarul mondani, hogy a mesélős lelet. Tehát ez az a lelet, amiben a patológusok leírják egyenként a daganatsejteket, hogy azok merre mennek, mit csinálnak, és így tovább, és így tovább. Ami tulajdonképpen csak egy másik patológusnak érthető, vagy lehet érdekes, de se az orvos, se a kezelőorvos, se a beteg nem tud vele mit kezdeni. És ezért ugye ennek ez ma már egyre inkább háttérbe szorul, és előtérbe kerülnek azok a leletformák, amiket standard leletformulának nevezünk, és ez egy ilyen standard leletformulába kell beírni azokat a releváns tulajdonságait a daganatoknak, amelyek meghatározzák a prognózist, amelyek segítséget adnak, vagy alapot adnak az onkológusok számára ahhoz, hogy a beteget a legmegfelelőbben az ő daganatán szabva egyénileg, egyedileg tudjanak kezelni. És akkor van a legmagasabb szintje a leletezésnek, az a strukturált lelet, amikor a lelet adattartalma egy nagy adatbázisba is beíródik egyben, és így egy sokkal, tehát így ugye későbbi elemzésekre, meg nagy összefüggések felismerésére is lehetőség adódik. Ugye a Magyarországon ugye ilyen kötelező szakmai ajánlás a lelet formájára és tartalmára vonatkozóan nincs. Létezik a Kecskeméti konszenzus dokumentum, ami ugye az idén újult meg, és tényleg egy abszolút az európai standardokhoz igazodó dokumentum született minden szakma részéről, és ebben a patológiai fejezetben van egy ajánlás a lelet tartalmára, és ez egy egyoldalas forma nyomtatvány tulajdonképpen, ahol az előzmények, a korbiopszia eredménye, amennyiben volt aspirációs citológiai mintavétel, annak az eredménye és a daganat minden releváns tulajdonsága szerepel. Ugye ez a Kecskeméti konszenzus dokumentum, ez egy ajánlás. Tehát ezt a szakmai kollégiumok is, vagy szakmai kollégiumok jóváhagyásával, vagy legalábbis a patológiai dokumentum, az a patológus szakmai kollégium jóváhagyásával kerül a szakmai közönség elé. Az, tehát a kérdés második felére válaszoljak, van-e minőségbiztosítás? Ugye a patológiában nagyon régóta működik egy úgynevezett technikai külső minőségbiztosítási rendszer, amit egy Qualicont non-profit társaság végez a számunkra. Ezt ugye sok-sok évvel ezelőtt a három labortársaság hozta létre, a patológus társaság, a mikrobiológus és a laboratóriumi diagnosztikai tudományos társaságok alapították tulajdonképpen, vagy hozták létre ezt a társaságot, ami ma már a nagy külső minőségbiztosító ilyen társaságoknak megfelelő színvonalon biztosítanak azoknak a patológiai osztályoknak egy profi külső technikai minőségbiztosítást, akik belépnek ebbe a rendszerbe. De ugye ebbe a rendszerbe nem kötelező belépni. Tehát azt tudom biztosan mondani, hogy a Magyarországon
működő nagy kórházak, nagy patológiai osztályai tagjai vagy résztvevői ennek a külső minőségbiztosítási rendszernek, ami egyfelől egy nagyon jó hír, ugye ez azt jelenti, hogy évente négyszer körvizsgálatokban kell részt venni, és ott a különböző feladatokat kell bizonyos szinten teljesíteni. Ugye ennek nincsen, tehát olyan következménye nincs a mondjuk rosszul teljesítés esetén, hogy kizárják akkor abból az adott körből azt a patológiai osztályt, de minden esetre egy olyan objektív visszajelzés, ami alapján lehet egy olyan objektív visszajelzés, ami alapján lehet javítani az adott eljárás rendben, vagy annak az adott mondjuk immunisztokémiai reakciónak a technikáján. Ez a külső minőségbiztosítási rendszer a szövetbeli diagnosztika terén úgynevezett interpretációs minőségbiztosítást nem végez. Tehát az, hogy én jó diagnózisokat adok-e ki, ezt ez a rendszer nem ellenőrzi. Sajnos. Az utolsó kérdésem az lenne, hogy tehetünk-e mi betegek bármit azért, hogy segítsük az egészségügyi dolgozóknak a munkáját jelenleg a COVID helyzetben is, illetve azon kívül is. Tehát azt gondolom, hogy ha ebben a témában, amiről most beszéltünk, én azt gondolom, hogy a betegek tájékozottsága, vagy a betegek ismeretei a saját betegségükről, az adott esetben segítség. Tehát én azt gondolom, hogy minél tájékozottabb egy beteg, annál inkább együttműködő tud lenni az ő gyógyítási folyamatában, annál inkább tud jókat kérdezni, annál inkább tudja akár gondolkodásra késztetni az orvosait. Én azt gondolom, hogy egy tájékozott beteget azt hatékonyabban vagy jobban lehet kezelni. És persze, amihez én nem értek, de tudom, hogy nagyon sokat számít az a fajta életmód, ami az immunrendszer egyensúlyát fenntartja, ami ugye mindig mondjuk ezt, hogy az immunrendszer egyensúly, mondani könnyű, de ugye kicsit misztikus mindannyiunk számára, de nyilván ezt az életmód, a stressz megélése és a stressz feldolgozásának a különböző módszerei, a megfelelő étkezés, vagy megfelelő táplálkozás, tehát ezek mind azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontosak a gyógyulásban. Ezt nagyon jó hallani, így egy egyetemi tanár szájából is, ezt nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, ez egy nagyon jó végszó, és szerintem ez a beszélgetés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy aki megnézi, az sokkal többet tudjon a patológiáról, ami egyébként egy nagyon, nagyon, nagyon szép szakma, így az elmúlt 13 év alatt én azért elég sokat megtudtam róla, és nagyon nagyon jó lehet patológusnak lenni. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.